köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, aksağı tökü doluğa, yargı tekim köptürük. Ökkenin sakta kaymağı, uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Kisgazda Szemmel című műsorunkban. Mai nap egy felhívással fogunk szólni a nép felé. Mindenki tudja, hogy 2014-ben jön felénk ez a szerencsétlen moratórium, amikor a magyar hazát pénzesítve akarják eladni az idegeneknek. Hát de sajnos már mostanáig is több mint 1000 hektár van idegen kézbe, sőt vannak ott olyan helyek is, ahol az idegen úrnak a területe elválasztja a falut a temetőjétől, és ezáltal a falu ura, vagyis a földnek az ura, aki megvásárolta a magyar földet, nem engedi a magyar embereket saját a temetőjükhoz. Ilyen lehetetlen helyzetek is vannak. És hát ez a moratóriumnak a közeletével sajnos nem javul ez a helyzet, hanem tovább folyik már a moratóriumnak az idejéig is tovább zajlik a földünknek az elkótyavetélése. És hát éppen ezért emiatt van itt nálunk Németh István úr, aki egy felhívást akar közölni most a nemzet felé. Parancsolj István, mondd el a... Tehát Németh István vagyok, ha nem haragszok, akkor már mondom, hogy a Kisgazda pártnak a mezőgazdasági kabinetjének a vezetője, és 28 éve őstermelő, és szeretnék a vidéki emberekhez szólni, mivel a 28 év háborúi csatái odáig jutottak, hogy a vidéket úgy megalázták, hogy közmunkaprogram folyik a vidéken. Azon a vidéken, amelyik vidéken valójában évezredek óta az emberek gazdasági tevékenységet folytattak. Az volna a felhívásom, hogy minden vidéki ember álljon ki az az ügy mellett, hogy adják vissza azt a több ezer éves szerzett jogot, amelyik szerzett jogot a vidék szerezte magának azon az élőhelyen, ahol most a falvaink vannak. Ezek a falvakba a gazdasági tevékenységet semmilyen törvénye, semmilyen rendelettel, semmilyen kormány, semmilyen hatalom ne korlátozhassa, hanem csak támogassa. Számokkal szeretném alá támasztani. A legutolsó kommunista év, statisztika év 1988-ban 6,5 millió sertést hízlalt meg a falu. 1 milliárd liter tejet állított elő. Számításaim szerint 400 milliárd forint, amitől a költségvetés elesett. Ez a 400 milliárd forint a mai napig, ha csak azt a standard tudtuk volna tartani a vidéken, akkor az 9,6 milliárd forint, amit nem fogadott el a rendszerváltás egyik kormánya se. Ez lenne a felhívásom, hogy ezeket a szerzett jogokat követeljük vissza, és kérjük azokat az állampolgárokat, tisztviselőket, rendőröket, nyugdíjasokat, akik szerzett jogon valamilyen jogsérelmük érte, hogy álljanak a parasztság mellé. Mert mi nem a költségvetésből szeretnénk elvenni, hanem a költségvetésbe szeretnénk adni, és annak a hozamából megélni, és felvirágoztatni a vidékeinket. Felhívást. Szeretném a megyei önkormányzatok elnökét, polgármestereket felszólítani arra, hogy álljanak a Kisgazda párt ezen programja mellé, és teljes mélességben tartsanak ki, és álljanak azok az embereik mellé, akik a vidéken gazdálkodni szeretnének, és ne a közmunka és a munkához vezető út alacsony bérér, és úgy mondom, megalázó alacsony bérér dolgoztatják az embereket, annál is inkább polgármester urak, mivel az önök fizetése is kevés arra, hogy megélhetést biztosítsanak a családjuknak, akkor a önök polgártársai, nemzettársai abból a 20-30 ezer forintból nem tudom, hogy képzelik el, hogy meg fognak élni. Én ezt a felhívást azért teszem, mert úgy érzem a 28 éves gazdasági tapasztalatommal, azzal a egy csatát nyerve,
amit vívtam a több ezer, több mint 9000 paraszt érdekébe, hogy ez most odáig fajult, hogy ezt a gazdasági lépést meg kell tenni, ezt a felhívást meg kell a vidék felé tenni, egy teljes nemzeti összefogást kell, hogy itt, ezen a vidéken, ezzel az országban meg tudjunk élni. Független attól, hogy itt valamilyen gazdasági tevékenységet bárki folytat, a vidék gazdasági programja az ne a közmunka, hanem a kis középparaszti birtokoknak a felépítése legyen. Így van. Ezt a felhívást ugyanis talán még talán ki lehetne egészíteni azzal, hogy sokan nem tudják, hogy a kisgazdapárt az most újjászületőben van. Nem a független kisgazdapártról beszélünk, hanem csak kisgazdapárt név alatt működő új szervezésről van szó. Ez a párt 2008-ban alakult. Azért alakították ezt a pártot, mert látták azt, hogy a független kisgazdapárt tetején ülő, rátelepedő különböző szolgálati emberek ellehetetlenítették a magyar mezőgazdaságnak a kifejlődését, és végül is mai napig is azt a tevékenységét folytatják, hogy bármilyen jellegű nemzeti kezdeményezés a független kisgazdapártból el legyen lehetetlenítve. Na most ezt ugye 10 éven keresztül a magyar gazdaságtársadalom megpróbálta a jogi úton eltávolítani ezeket a hálózati embereket a független kisgazdapártnak a tetejéről, nem sikerült nekik. Ezért 2008-ban bejelentettek egy új pártot, kisgazdapárt név alatt, ami hosszú éveken keresztül sajnos parlagon volt heverve, és ez tavaly nyáron, június 2-án összegyűltek a pesti kisgazdák a folyamatos vidéki unszolás hatására, hogy mégiscsak csinálni kéne valamit, és egy gyűlés útján, egy új elnökségnek a választása útján elindították a kisgazdapártnak az újra szerveződését. Ez a kisgazdapárt pillanatnyilag nagy ütemben szervezi magát, vidékszert most már 6 megye fölállt újra, majdnem minden héten, hétvégén új megyékbe megyünk megalakítani a új alapszervezeteket. Németh István vállalta föl a mezőgazdasági tagozatnak a vezetőségét, éppen azért jogosult is arra, hogy itt bármi nemű felhívással szóljon a magyar nemzet felé és a gazdatársadalom felé. Én is azzal én lettem ennek a kisgazdapártnak az elnöke, csatlakozok ehhez a felhíváshoz. Én is arra hívom föl a magyar gazdatársadalomot, hogy kezdjék meg az önszerveződés, ugyanis hogyha nem tudjuk megszervezni magunkat, akkor olyan szépen ki fogják húzni a magyar hazát a talpunkkal, hogy észre se vesszük. És ész pillanatokon belül ott vagyunk, ugyanazon a sorson, mint a palesztin nép. Ne hagyjuk ezt nemzetnek, már sokkal nagyobb történelmi kihívások ellen is helyt kellett állni. Ez most egy olyan veszedelem, amit hogyha nem fogunk összefogni, akkor valóban az a veszély áll fel, hogy elveszjük a magyar hazánkat. Úgyhogy én is azt tudnám ehhez hozzátenni, hogy a gazdakörök vagy a gazdatanácsoknak a mintájára szerveződjön meg az egész nemzet. Mi is keressük ezeket a különböző szerveződésig felé a kapcsolatot, de arra is kérem önöket, hogy önök is keressék felénk a kapcsolatot. A Hun televízión keresztül el tudnak minket érni. A kisgazdapártnak a honlapja rövidesen elérhetővé válik, de a Kisgazdaszemmel című műsorban, illetve a Hun televízión keresztül bármikor el tudnak minket érni. Fogjunk össze, nyújtjuk egymás felé a kezünket, szervezzük meg a nemzetet, az országot, mert csak így van kiút ebből a lehetetlen mizériából. Köszönöm, hogy meghallgattak. Még egy szót. Parancsolja. Hozzá kell tenni azt ehhez az egészhez, hogy a vidéket ma a belügyminiszter irányítja. Rendőrtábornokok, rendőrök végeztetik a közmunkát. Innentől úgy gondolom már nincs messze az, hogy esetleg táborparancsnokok vagy más szervezetek irányítsák itt a gazdasági tevékenységet, ami véleményem szerint ezek már annyira megalázó, alacsony bérezések, hogy ezt a vidéktársadalom nem tűrheti tovább. A polgármestereknek úgy érzem kötelességük az mellé állni, hogy a kis középparaszti birtokot, amit én a kisgazdapártnak
megajánlottam, hogy a vidék kis és középparaszti birtokait létre kell hozni, fejlesztéseket kell ezeken eszközölni. Annál is inkább, mint amilyen számokat itt mondtam, ebbe a 400 milliárd forintba, amit évente akarta a vidék társadalom a hízóba, tejbe és baromfiba adni a magyar költségvetésnek. Ehhez semmilyen állami támogatás, semmilyen fejlesztési pénzeket soha a parasztok még egy zsák műtrágy vagy egy zsák mészhidrátot se kaptak, hogy kimeszeljék az istálót. Tehát ezek a gazdasági tevékenységek nem igényelnek minden évben 100 meg 100 milliárdos fejlesztési pénzeket, uniós vagy magyar nemzeti pénzeket, hanem ezt egyszer létre kell hozni, és ebbe kell gazdálkodni. A legutolsó istálókat, a legutolsó paraszt gazdaságokat, bármennyire is szidott horti rendszerbe építették fel, és a kommunista rendszernek minden évben ezt a mai pénzszámokkal számított 400 milliárdot letették. Ezért csak annyit kértek, hogy maradhassanak meg a gazdaságaik és a TSZ-ek mellett, ami megalázó volt, bevállalták az ott élő emberek. Én úgy érzem, polgármester urak, vezető urak, hogy sokan mondják, hogy a nép birka, türelmes. Türelmes. Ezzel a türelemmel azt hiszem eljutottak arra a pontra, hogy tovább játszani nem lehet. Tessék ezeket a gazdaságokat, amit a kisgazdapárt meghirdetett megépíteni, készen vannak a tervek, készen vannak a pénzügyi, jogi, közgazdasági összefüggésekbe, a gazdaság szervezésére, hogyan kell összehozni. Ezek mellé legyenek olyan szívesek és álljanak mellé a saját népük érdekébe. Nem fenyegetőzni akarok, de a népharag, a bölcsesség és a türelem elfogyik, és a népharag marad. És én úgy látom, hogy már a közmunkaprogramban olyan éles viták vannak az emberek közt, emberek egymás között, hogy ezek már konfliktushoz fognak vezetni. Még egyszer felhívom a figyelmüket, hogy álljanak a kisgazdapárt gazdasági programja mellé, és talán mondanám a jeleni hatalomnak, hogy augusztus 20-áig próbáljanak valamit tenni ennek érdekébe, hogy elinduljanak a kisparaszti birtokok. Nem névlegesen, hogy a nagy birtokosok kihelyeznek birkákat, kecskéket a szegény csóró, úgymond kisebbséghez, hanem úgy, hogy ennek legyen gazdasági kapcsolatai, pénzügyi, jogi és közgazdasági. Amennyiben nem, akkor felhívnám a magyar népet, hogy minden ember jöjjön fel a Hősök terére. Augusztus 20-án nem kell területfoglalási engedély, csak úgy magától, hogy mégiscsak demonstrálja, hogy van ereje a vidéknek, ha még van, ha gyalog is. Mert ha már olyan szegény lesz, akkor érdemesebb feljönni gyalog, mint otthon maradni, és birkamót tűrni azt, hogy megalázó közmunkára hajtsák őket. Köszönöm a felhívásra a lehetőséget, és Isten engem úgy szegélyen, a hazámat szolgálom. Köszönöm.